a legfontosabb üzenete az, hogy ismételten vidáman kezdődjön a tanév, és hogy lehetőleg mindenkinek jó egészségbe és élményekkel teli, sikerekkel teli tanév következzen el. Én nagyon örülök neki, hogy hatodjára is meg tudtuk valósítani, és hogy egyre több szervezet csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez, hiszen annak idején két civil szervezet összefogásából jött létre ez a rendezvény, és jelenleg pedig már 8 civil szervezet képviselteti magát, illetve a rendőrség is itt van velünk. A tűzoltóság is mindig itt szokott, most ők elnézést kértek, de helyettük ugye a koraszülött mentőautó mindig itt van velünk, a hősképzés, az EFI iroda, a szűrővizsgálatokkal, és emellé csatlakozott most a NAV a keresőkutyák bemutatójával, ami úgy gondolom, hogy nagyon nagy sikert alakít a gyerekek és a felnőttek között is. Jótékonysági akciónak is ez a 6. alkalma, és most először azt mondhatom, hogy közel 100 gyermekkel tudunk segíteni a tanévkezdésben. 60 gyermek kapott ide a helyszínre meghívást, és ezen kívül két szomszédos településre fogjuk még eljutatni az adományokat, ahol mint egy 20-20 gyermeknek tudunk segíteni, illetve az iskolák fogják megkapni, hogy az arra rászoruló gyermekeknek átadják a tanszereket.